Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatár Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fontos a megelőzés, a lakosok is sokat tehetnek azért, hogy minél kisebb kár érje őket vihar esetén. Gabonapiaci kilátások, az időjárás kedvező, de a gazdasági folyamatok már kevésbé. Születre készülnek a szőlősgazdák, már érnek a szemek a fürtökön. Korszerűsítik a német házat Kakasdon, régóta várt felújítás kezdődik. Bőven akad dolguk a Tolna vármegyei tűzoltóknak az elmúlt 7 hónapban, hiszen a mi 2022 azonos időszakában mindössze 181 esetben kellett vonulniuk viharkárok miatt. Ez a szám idén már a 800-hoz közelít. A szakember szerint a szélsőséges időjárás következtében fontos, hogy előre felkészüljünk. Gyakran hallhattuk a tűzoltók szirénáit az elmúlt időszakban, hiszen augusztusig összesen 790 riasztás érkezett a lánglovagokhoz a vihar okozta károk miatt. Ez a szám tavaly az azonos időszakban csupán 181 eset volt Tolna vármegyében. Sokszor fákat csavart és kerítéseket döntött ki az orkán erejű szél, járműveket vagy éppen háztetőket rongált meg, de volt, ahol villámárvíz is kialakult. Mint azért, hogy magát a viharkárokat vagy azoknak a károsztatnak a következő kisebb anyagi károkkal járjanak. Ennek érdekében egyébként megint csak vannak olyan óvintézkedések, amelyeket a lakosságnak érdemes megejtenie. Ilyen például a vihar előrejelzéseket, ezeket célszerű folyamatosan figyelni, pláne azokban az időszakokban, amikor a média is ezt igyekszik a tudtunkra adni, hogy esetleg a vihar közeleg. Érdemes többek között a kerti bútorokat, sátrakat, pavilonokat összecsukni, elrakni, illetve a házi állatokról gondoskodni, és lehetőleg mi magunk se tartózkodjunk a szabadban vihar idején. Ha már a vihar egyébként megérkezett, és például kint találjuk magunkat egy strandon, vagy bárhol szabad területen, nyilván itt ezekben az esetekben vízben ne tartózkodjunk, igyekezzünk fedett, zárt helyiségeket keríteni, gépjárművel közlekedve ez is nagyon fontos, a különböző közlekedési baleseteket elkerülve. Például érdemes a sebességet, a tempót értelemszerűen csökkenteni, mindig a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedni. Adott esetben, hogyha ez indokolt, mert például annyira ellehetetleníti a sűrű eső egyébként a látási viszonyokat, itt akár a gépjárművel egy biztonságos helyen megállni és félreparkolni. A mélyen fekvő helyiségeknél, mint például a pincék, alagsorok, a vízkárokkal kell számolni, ezért célszerű azokat időben áramtalanítani. Az utakon pedig sok esetben segíthetjük a tűzoltók munkáját azzal, ha egy-egy kisebb faágat mi magunk teszünk arrébb. Csütörtökön tetőzött a Duna Paksnál. Reggel 3:48-kor a folyó vízszintjét 377 cm-en mérték. A vízállása a következő napokban már biztosan csökkenni fog, így a meder mentén élőknek vagy az ott hétvégi házzal rendelkezőknek nem kell aggódniuk. A Duna Paksnál egy hét alatt egyébként várhatóan 1 méter tapad majd. Egész Európában új Omikron variáns terjed, az Éris. Ezt mondta Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója. A koronavírus legújabb változatát július végén azonosították az Egyesült Királyságban, ahol egyre inkább jelen van és egyre több embert juttat kórházba. De Ázsiában is ez a mutáció okozza a megbetegedések 20%-át. A Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint a koronavírus az elmúlt időszakban kezdett el igazán erős dinamikával terjedni, és a kórházba kerülések száma is nem régen emelkedett meg drasztikusan, egy hónap alatt 12%-kal. Az Éris szünetei nem annyira súlyosak, mint a korábbi variánsoké, azonban gyorsabban terjed, mint az egyébként is gyors Omikron típus. Kevésbé is okoz komplikációt ez a típusú megbetegedés, nem valószínű a lélegeztetőgépre kerülés vagy a halál. A vírus már egészen biztosan jelen van Magyarországon, csak azt nem tudni milyen arányban. Az immunbetegek és az idősebbek számára fontos, hogy oltásért folyamodjanak, de még az is előfordulhat, hogy nekik sem lesz rá szükségük. Nagyobb járványhullám a nyáron nem várható, ősszel már elképzelhető, de hatása valószínűleg nagyon messze lesz attól, amit a második vagy a harmadik hullám idején okozott, véli a szakember. A korábbi éveknél valamivel hűvösebb eddig az augusztus.
Az agrárszakember szerint viszont ez egyáltalán nem árt a mezőgazdaságnak. Kővári László azt mondja, a probléma inkább még mindig az, hogy nehéz eladni a terményt, mert az ukrán gabona elárasztotta az unió belső piac. Nem szokványos eddig az augusztus az időjárás tekintve. A napi középhőmérsékletek ugyanis elmaradnak a korábbi esztendőkben tapasztaltól. Az elmúlt évtizedek tekintetében viszont egyáltalán nem példanélküli 2023. 8. hónapja. Ezt mondja a szekszárdi Kővári László, aki több mint 30 éve foglalkozik agrármeteorológiával. A szakértő szerint a szokásosnál valamivel hűvösebb augusztus viszont nincs komoly hatással a mezőgazdaságra, sőt a mostani klíma kifejezetten jót tett eddig a földeknek. De itt Tolna megyében én azt mondom és úgy látom, hogy nagyon szép a határ, megfelelő csapadékok voltak, villámárvíz nem volt, a megye területén volt, mert ugye Nomovár vagy Kécs körzetében is voltak ilyen felőszakadásszerű, de Szekszárd környékén nem volt. Nagyon ideális és szép is a határ. Hiába lett elfogadható a betakarított gabona mennyisége, a gazdák mégis félnek, hogy csak nyomottáron tudják a terményt értékesíteni. Sokan úgy számoltak, hogy a búzának tonnájáért valamivel több mint 100 ezer forintot kapnak majd, addig a mostani árak 70 ezer forint körül vannak. Hát bízzunk abba, hogy majd alakul. Ugye, hogyha nem jött volna ez az ukrán háború, és az a mennyiségű ukrán gabona elment volna Afrikába, és nem itt landol, és hát ez a kereskedelemnek is azért a bűne, hogy azt mondjam. Én megmondom őszinte, akkor, amikor az agrárkamara átalakult, és a kereskedő felvásárló cégek is agrárkamarai tagokká váltak, akkor azt gondoltam, hogy nagyobb konszenzus lesz a termelők és a felvásárlók feldolgozók között, mert egybeásból élnek. A mezőgazdasági termelők most abban bíznak, hogy uniós szinten sikerül olyan megállapodást kiharcolni, amely előnyhöz juttatja a belső piacokon megtermelt élelmiszeripari alapanyagokat. Nehéz éven vannak túl eddig a szekszárdi és a környékbeli borászok. A hegyközség elnöke azt mondja, a gombabetegségek szinte mindenhol gondot okoztak a csapadékos időjárás miatt. A szemek egyébként mostanában kezdenek beérni a fürtökön. Már érnek a szőlők ezen a várdombi ültetvényen. Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke elmondta, az idei csapadékos év nem kedvezett a szőlőnek, ugyanis a Balkánról érkező peronoszpóra megtámadta a termést. Nyár elején a nyugatról érkező frontok miatt azért több volt a csapadék, tehát kvázi ideális hőmérsékleti és csapadék viszonyok alakultak ki a betegségek, a legfőképpen a peronoszpóra kialakulására. Így különösen nehéz volt védeni a szőlőt a dráguló üzemanyag és a növényvédőszerek miatt is. A szakember elmondta, van, ahol 30-40%-os kár is keletkezett. De ugye nyilván ez még azért sok mindenben változhat, tehát az ősz mienségétől függően is azért akár egy aszályosabb évnél, mondjuk azért egy kis súlyveszteség, vagy egy csapadékosabb évnél, ugye kicsi súly több lett, de akkor ott az esetlegesen sérült bogyoknál a botritis veszélye az még sokkal nagyobb lesz majd, tehát azért még ahogy szokták mondani, sokat kinn alszik a szőlő, hát meglátjuk majd, hogy ez hogyan fog kinézni. Az idei évben 10-20%-kal kevesebb termésre számít a szakember, tehát gazdasági szempontból nehéz év áll a termelők előtt. Mindezek ellenére optimisten állnak a 2023-as esztendőhöz, a hónap közepén pedig elkezdhetik a szüretelést. Idén is folytatódik a 2019-ben megkezdett szőlőszületi ellenőrzési program, aminek az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján komoly piactisztító hatása van az ágazatban, közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön. A hatóságok a szület idején az ültetvények mellett a borászati üzemeket is külön vizsgálják majd. Cél 2023-ban is a szőlőtermesztők érdekeinek védelme. Az államtitkár hangsúlyozta, a program lényege annak a korábban tapasztalt visszás gyakorlatnak a megelőzése, amely szerint a szüretelt szőlő tényleges és a felvásárlóknak az átadáskor feljegyzett cukortartalma között eltérés lehet, illetve a felvásárlási okiratokon, bizonylatokon sem az átvételkor mért mustfokot, hanem annál kisebb értéket rögzítettek. Hasznos munkát végeznek, ugyanis gyakran van szükség az iskolaőrökre Tolna vármegyében. Ez derül ki az Országos Rendőrfőkapitányság által közölt adatokból. A középiskolákban dolgozó szakemberek hazánknak ezen a részén 2022-ben 16-an voltak, és 19 alkalommal kellett intézkedniük.
Ennél több beavatkozása csak Baranya és Borsodaba üzemplén vármegyékben került sor. Utóbbiban 54 intézkedés történt. Tolnában egyébként a hatóság célja, hogy növelje az iskolaőrek számát. Tolnára például most is várnak jelentkezőt. A Kakasdi Németség tagjai megkezdhetik végre közösségi házuk felújítását. Az önkormányzattal közös épületi korszerűsítése már régóta esedékes volt. Most erre egy pályázat biztosít forrást. A Kakasdi önkormányzat régi célja valósulhat most meg. Az energiahatékonysági pályázat elnyerésével korszerűsíthetik az épületet. Az ingatlant napi szinten használják, tehát elengedhetetlen lenne, hogy a zajszint alacsony legyen, és a fenntartása is kevesebbe kerüljön. A pályázat kirása szerint energiahatékonysági pályázatról van ugyanis szó. Az utcafronton lévő nyílászárok cseréjére fog sor kerülni, és még a hátsó szomszéd felé, a Szekszárdi oldal felé kis ablakokat is fogunk kicserélni. Ettől nagyon sok mindent remélünk. Tehát, ahogy a neve is mondja, energiahatékonyságról van szó. Jelentősen kisebb fűtésköltséggel számolnak a jövőben, illetve a hatalmas zajszint, ami a főút mellett álló épületben van, ezáltal nagy mértékben csökkenni fog. A házat a Német Egyesület, illetve az önkormányzat is használja. Nagyon örültünk, amikor tudomást szereztünk róla, hogy a német önkormányzat egy nyertes pályázatot tudhat magának, hiszen önkormányzati épületről van szó, ahol az a német önkormányzat, Kakasdi Német Önkormányzat irodája található, és itt működik a Kakasdi Kisebbségi Egyesület is. A Kakasdi életet színesíti a Németség, a Német Egyesület önkormányzat jelenléte, és nagyon sok mindent karöltve tudunk megvalósítani. Ennek egy szép példája lesz ennek az épületnek az ez irányú felújítása. Ennek a pályázatnak a megvalósítása további lehetőséget teremt a faluban élő embereknek, hogy minél több rendezvényt tarthassanak majd itt. Regionális híreink következnek. Keresik a megfelelő embereket. Határvadász toborzót tart a készenléti rendőrség. Albérletek feketén sokan kerülik el az adózást. Agrártalálkozó Szentlőrincen elindult az idei mezőgépnapok a városban. Határvadász toborzót tart a készenléti rendőrség. 18 és 55 év közötti alapfokú iskolai végzettséggel büntetlen előéletű magyar állampolgárok jelentkezését várják, szerződéses határvadászokat képeznek ki. Magyarország kormánya több mint egy évvel ezelőtt döntött arról, hogy a déli határt fenyegető illegális migráció miatt szerződéses határvadászokkal erősíti meg az államhatárvédelmét. Ennek érdekében a korábbiaknál nagyobb intenzitású és eredményesebb toborzás kezdődött. Az első határvadászok 2022 őszén megkezdték a szolgálat teljesítését a déli határon. A toborzás azóta is folyamatos. Azonban vannak feltételek, amelynek meg kell felelni, mondta Takácsi Zoltán, rendőr alezredes, a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálat vezetője. Határvadásznak az a 18 és 55 év közötti legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezhet, aki vállalja a határvadász szolgálattal együtt járó kötöttségeket, és fizikai, egészségügyi és pszichológiai szempontból megfelel a követelményeknek. A felvételt nyertek egy hónapos képzést követően a készenléti rendőrség határvadász ezredének kötelékében kezdhetik meg munkájukat az államhatáron. Meghatározott feladatokat kell ellátniuk a kiképzett határvadászoknak, tette hozzá rendőr alezredes. A határvadászok a határőrizeti rendszer első vonalánál, az államhatárnál teljesítenek járőrszolgálatot, ahol a feladatuk az illegális határátlépések megakadályozása, illetőleg a határt már illegálisan átlépők feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése. Már a képzés ideje alatt jövedelemhez juthatnak a határvadászjelöltek. További életpálya perspektíva lehetősége is fennáll annak, aki ide jelentkezik. A határvadászok már a képzés alatt bruttó 300 ezer forintos alapilletményre jogosultak, amely a későbbiekben a pótlékokkal bruttó 400 ezer forintot is meghaladó jövedelmet jelent. Ezen kívül a rendőrség évi bruttó 200 ezer forint értékben kafetériajuttatást biztosít, albérleti hozzájárulást is fizethet, illetőleg úti költségtámogatást is fizetünk. A határvadászokkal a készenléti rendőrség 3 éves szerződést köt, ami egy alkalommal további 3 évvel meghosszabbít.
kiszámítható, biztosítva ezzel a határvadász életpálya kiszámíthatóságát. Akik viszont szeretnének a rendőrség kötelékében dolgozni, azok rákképzéssel, átképzéssel, akár a rendőrség hivatásos állományába is léphetnek. Bővebb információ a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés portálon olvasható. Ingyenesen hívható telefonszám 0680 203 983. Kötelező bizonylatot adniuk a bérlőknek, és az ingatlan kiadás jövedelme után adót kell fizetniük, mondta a NAV baranyai sajtóreferenses stábunknak. Barlai Krisztina kiemelte, hogy ellenőrzik ezt a tevékenységet. A felvételi lezárta után Pécsen is felpörlött az albérletpiac. Azonban kellemetlenséget okozhat, ha a bérbevevő fiatalok nem tudják igazolni, hogy fizettek a lakás használatáért. Albérleti hirdetések, kiadó lakások ezen a felvételen. Foglalkoztunk már vele, hogy az egyetemi felvételi időszak lezárulta után indul a megfelelő bérbe vehető lakások vadászata Pécsen. Átlagosan egy kétszobás lakásért 150 ezer forintot kér a tulajdonos, egy háromszobásért mintegy 200 ezeret a Baranyai vármegyeszékhelyen. Ezek a bevételek azonban adókötelesek, de a NAV ellenőrzései szerint ezt sokan nem veszik figyelembe. A bérbeadók egy része feketén végzi ezt a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy nem készít nyilvántartást a bevételeiről, a megfizetett bérleti díjról nem ad bizonylatot a bérbevevőnek, a nyilvántartásban, illetve a bevallásokban nem szerepelteti a bevételt, és ezek miatt nem fizeti meg a szükséges adót. A hivatal folyamatosan ellenőrzi a bérbeadási tevékenységet, és a rendelkezésre álló adatbázis segítségével megpróbálja kiszűrni a tevékenységet illegálisan végzőket. A bérlőknek bizonylatot kell adni, mikor fizetnek az ingatlanért, de ez sok esetben nem történik meg, mondja a sajtóreferens. Nem állítanak ki bizonylatot az adózók, a bérbeadók, illetve hogyha kiállítanak bizonylatot, akkor pedig nem juttatják el a bérbevevőhöz. Hogyha kiállított bizonylatot el is juttatják a bérbeadóhoz, akkor gyakran előfordul, hogy téves adatok szerepelnek rajta, illetve hiányoznak róla nagyon fontos adatok. Az ÁFA törvény meghatározza, hogy milyen adatok kell, hogy szerepeljenek ezeken a bizonylatokon. A bérlők részéről is érkezik panasz bejelentés a szabálytalan bérbeadásról. A bizonylat megléte fontos a bérlőknek, nehogy pórul járjanak, mondja Barlai Krisztina. A leggyakoribb panaszok közé tartozik, hogy a bérbevevő nem kap semmilyen bizonylatot a bérbeadótól, illetve, hogyha el is készül a bizonylat, az késve kapja meg. Nagyon fontos az, hogy a bérbevevő mindenképpen kérje a pénzátadásakor a bizonylatot, hiszen ezzel a későbbiekben nagyon sok kellemetlenséget tud elkerülni, hiszen ezzel tudja igazolni, hogy megfizette a bérleti díjat. A bérbeadásból származó jövedelem minden esetben adóköteles. A tevékenységről szóló bizonylat kiállítása a törvény szerint kötelező feladata a bérbeadónak. Traktorok, munkagépek bemutatója, szakmai tájékoztatók a Baranyai Agrár találkozón Szentlőrincen. Ez várja az érdeklődőket a 4. mezőgép napokon. A szakállam titkára a megnyitón arról beszélt, hogy 500 milliárd forint támogatás érkezik az EU-tól idén az ágazatba. Ezt új szempontok szerint kell szétosztani a gazdálkodók között. Kiemelt támogatást kaptak a zöld megoldások. Érkeznek a traktorok, munkagépek a Szentlőrinci mezőgép napokra szerdán. A Baranya megyei vállalkozói központ idén is megszervezte az agrárvállalkozók rendezvényét. A 4. alkalommal szervezzük meg a Szentlőrinci mezőgép napokat itt a Szentlőrinci vásártéren. Különlegessége ennek az eseménynek vagy rendezvénynek az, hogy ezt a gazdák hívták életre. Az ő igényeikre formáltuk, ők kezdeményezték, ők voltak, akik megkerestek minket 4 évvel ezelőtt, hogy szükségük lenne egy olyan rendezvényre, ahol ami egy találkozási pont lehet, partner találkozó, szakmai beszélgetéseknek fontos helyszíne, illetve meg tudják kapni azokat az információkat, azokat az innovációkat, újdonságokat, amelyek a gazdálkodásuk hatékonyságát növelheti.
Összesen 24 kiállító érkezett az eseményre. Több mint 10 gépkapcsolatot mutatnak be működés közben. Azonban a szántási bemutató elmarad a vásártér melletti földön, mert víz alatt van. A rendezvény megnyitóján jelen volt a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, aki a most indult EU-s pénzügyi ciklus új támogatási rendszeréről beszélt. Sokkal több zöld feltétel van, amelyek egyik oldalon vagy csökkentik a potenciális termelést, vagy akár megnövelik a termelési költséget. Az agrártámogatások, tehát ezt hivatottak a gazdálkodóink számára kompenzálni. Az idei esztendőben tehát egy új rendszer indult el, ahol mi fókuszáltunk arra, hogy az uniós keretek között minél inkább tudjunk segíteni a kis és közepes gazdálkodóknak. Számukra egy külön új területalapú támogatási konstrukciót indítottunk el. Eleget tettünk az uniós elvárásoknak, elindítottunk egy agrárökológiai program nevű új támogatási konstrukciót, ahol környezeti többletvállalásokért többletpénzt kaphat a gazdálkodó, és itt 4 millió hektárnyi magyar mezőgazdasági területtel jelentkeztek a gazdálkodók. Majd 500 milliárd forint támogatási összeget kell eljuttatni a gazdákhoz az új kérés szerint ebben az évben. Rendkívül gépigényes a mezőgazdasági termelés ma már, ehhez támogatást nyújt a kormányzat, mondta az államtitkár. Mi 2021 óta 1300 milliárd forint értékben adtunk oda támogatási lehetőséget, főszabály szerint a felét a beruházás igénynek, mezőgazdasági termelőknek, élelmiszeripari vállalkozásoknak, hogy ezeket a gépeket, eszközöket meg tudják vásárolni. Ebben nagyon fontossá vált az úgynevezett precíziós, vagy hogy próbáljam érthetőbbé tenni, helyspecifikus gazdálkodás, aminek az a lényege, hogy rengeteg adat keletkezik a termelésben, ezeket az adatokat feldolgozza pedig egy gazdálkodó a gépek, a szoftverek segítségével optimalizálni tudja, hogy mely területre mennyi növényvédőszer kell, mennyi tápanyagutánpótlás kell, szabályozott a vetés, a betakarítás. De ez a gazdálkodás jelentősen megnöveli a hatékonyságot, ezért támogatják. Feldman Zsolt elmondta még, ma már 1 millió hektáron folyik precíziós gazdálkodás. A következő évtizedben az ehhez szükséges technológia, például a drónok használata vagy az automatizált, de emberi felügyelettel működő gépek elterjedése várható. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Fontos a megelőzés, a lakosok is sokat tehetnek azért, hogy minél kisebb kár érje őket vihar esetén. Gabonapiaci kilátások, az időjárás kedvező, de a gazdasági folyamatok már kevésbé. Szünetre készülnek a szőlősgazdák, már érnek a szemek a fürtökön. Korszerűsítik a Németházat Kakasdon, régóta várt felújítás kezdődik. Pénteken derült, szikrázóan napos időre készülhetünk, erős lesz az UV-sugárzás. Este-éjjel folytatódik a nyugodt, eseménytelen időjárás. Friss hírekkel pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!